A hazahúzó mai adásában a Bakony nyugati szélénél kezdődő Somló tájvédelmi körzet turisztikai látnivalóit keressük fel. Itt áll az impozáns, vulkanikus eredetű Tanúhegy, és itt helyezkedik el gondosan megművelt szőlőivel hazánk egyik történelmi borvidéke. Túránk során felkaptatunk a sejtelmes ködbe burkolózott, megújított somlói várhoz, majd a tőle nem messze lévő Szent Margit kápolnához. Onnan a több száz éves taposókúthoz megyünk, ezután pedig egy hamisítatlan somlói pincészetbe látogatunk. Majd a környék egyetlen pálinka házába is bekukkantunk. Végül az Ajkai Kristály Hotelt mutatjuk be nézőinknek, ahonnan szívesen járnak kirándulni a Bakonyba vagy Somló vidékére a szálló vendégek. A következő 45 percben tartsanak velünk! Somlóhegy leglátványosabb attrakciójánál, a Somlói Várnál vagyunk, melyet nemrég a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében felújítottak, és szerintem ez a vár sok mindenről nevezetes, de szerintem az egyik legérdekesebb, hogy nagyon sok tulajdonosa volt az évszázadok alatt, szinte adták-vették. Ez így igaz. A Somlói Vár abba a programba illeszkedik bele, amit IV. Béla királyunk a tatárjárás követően indított, hogy várakat kell építeni az országba, mert ott könnyebben meg tudják védeni magukat a helybeliek az ellenségtől. Ugye az tatárjárás idején azt tudni kell, hogy például Esztergomot vagy Pannonhalmát nem tudták elfoglalni a tatárok, mert falakkal védték. Nos, 1300-as évek közepéből vannak az első okleveles feljegyzések, de akkor a vár már állott. Gyakorlatilag minden király a kegyencének adta oda, ez beleértve a Nagy Lajost, beleértve a Zsigmond királyt és a Mátyás királyt is. Nem érdemes itt felsorolni az egyes tulajdonosokat, minden esetre... Több mint tizen voltak szerintem, ahogy így végigolvastam a népsőt. Az utolsó tulajdonos előtt célegyenesbe a Kinizsi Pál és családja, majd azt követően az erdődi család került, pontosabban Bakósz Tamás esztergomi érsek, aki 1517-ben, miután ugye neki nem volt családja, a unokaöcsének, erdődi Péternek a ajándékozta, és innentől kezdve elvileg egy ilyen békés birtoklás következett volna, ha nem jött volna a török megszállás ideje. A török megszállás idején itt több vár birtokos volt, mondjuk az, hogy birtokos, mert nem volt mindenki tulajdonos. Végül a török idők után az erdődiek nem kevés pénzt rászánva visszaperelték maguknak. Előtte a kuruc időkben Vakbottyán tábornok birtokolta pár éven keresztül, de stratégiai jelentősége nem volt. Gyakorlatilag a utaktól távol esett, tehát inkább ilyen utánpótlási bázisként szerepelt. Tehát nem megfigyelő vár volt? Ne, hát igazából innen megfigyelni legfeljebb a pápai térséget lehet, mert ugye a másik irányba kevéssé lehet ellátni, és ez volt a hattyúdala a várnak, mert azt követően, hogy az erdődiek visszaszerezték a várat, illetve a községet, azt követően ők már itt nem laktak. Hanem tehát mindig lakócéllal. Éjjön, sorsára hagyták. Sorsára hagyták, és akkor építették 1820-as években a ma domán látható szép késő barokk kastélyt, és akkor a vár gyakorlatilag elromosodott. Ezt örökíti meg egyébként a Somló című versébe Kisvaludi Sándor is. Mekkora területen fekszik, vagy mekkora maga a vár, és milyen részekből áll? A vár pontos területét nem tudom megmondani, nem túl nagy a vár. Van neki egy alsóvár része, amit most itt látunk jobb oldalt, ez az úgynevezett laktanya rész. Ez az alsóvár, emögött a falak mögött van az alsóvárudvar. Ez ebbe a részbe folyik ma a helyreállítás.
Illetve hát itt... Tehát akkor további munkálatok folynak. Igen, igen. Na most utána, hogyha tovább megyünk ezen a kis kapun, bemegyünk és elmegyünk ezen a folyosón, akkor elérünk a Felsővárba. A Felsővárba volt egy várpalota, és a Felsővárba még mellette voltak kisebb lakóépületek, és egy nagyon érdekes konyha egy gula alakú kürtővel, ami azt gondolom a magyar várak között egyedülálló jelenség, és végül pedig az északi oldalán egy ilyen kis kitüremkedésen, bazalt kitüremkedésen volt egy őrtorony. Tehát körülbelül ennyi volt a vár összesen. Várárok vette körül, szárazárok, ami egyik oldalról itt egy nagyon széles árok volt, a másik oldalról viszont a meredek hegyoldal volt, és ugye azt nem tudták nagyon megmászni. Nem beszélgetünk arról, igen, hogy melyek voltak a jelentősebb építkezések a várba. Azon felül, hogy megcsinálták a 15. században ezt a laktanyarészt, ezen felül még egy Kinizsipán idejében a várfalat kintről tám pillérekkel megerősítették. Tehát, hogyha egy jó idő lenne, és körbe lehetne menni a várba, akkor ott a másik oldal lehetne látni ilyen támpilléreket. Egyébként az interneten vannak ilyen képek. A másik pedig ez a mögöttünk lévő palota épület, ami Bakócz Tamás idejében készült el. Bakócz Tamás nem csak építkezett, de nagyon komolyan felszerelte a várat. És akkor itt egy tulajdonképpen egy reneszánsz palota épült. Mm. És ez a palota, ez a számos magyar reneszánsz palotának a maradványa, ugye, ami megmaradt a török idők után. Ugye, mindenki egy kicsit a saját szája íze szerint alakított rajta. Ne feledj el, hogy tehát én hiszem és hallom, hogy Magyarország legalább olyan gazdag lenne műemlékekben, mint Nyugat-Európa, hogyha itt nem áll le az élet, a török hódítással, ugyanis a megszállás idején nem gyarapodtak, aktív pusztítás volt, nem tudtak folyamatosan újjáépíteni, kiürültek országrészek, tehát ilyen Nyugat-Európában még ott sem volt, olyankor sem volt, amikor volt a 30 éves háború, pedig az nagyon durva volt. Hát igen. Ja. Úgyhogy ugye aztán itt volt pártázat valaha, ugye ezek is ugye eltűntek az idők során. Hát, ha ugye valamivel nem foglalkoznak, akkor ez a vége. De azért a szerencse, hogy legalább ennyi fennmaradt. Az a szerencse, és az ugye? A szerencse, hogy azt gondolom, hogy pozitívan állnak hozzá a helybeliek. De a vár és a vár környéke remek kiránduló hely. A rossz idő ellenére most is vannak túrázók. Hát ugye nyitva van, leszámítva azt a részét, ugye, ami az alsó vár laktanya része, illetve egy helyreállított helyiségek többi részébe szabadon be lehet menni, és egyébként a földtanilag is érdekes jelenségeket lehet látni, ugyanis azt szeretném elmondani, hogy sajnos most csak virtuálisan tudom magyarázni, hogy a maga a várhegy, az tulajdonképpen a Somló hegyéről egy lerobbant rész. Ez volt a harmadik fázisa a vulkáni működésnek, és amikor ez lerobbant, erre a platóra építették rá a várat, ami kb. 60 méterrel lejjebb van, mint a kilátó a hegynek a tetején. És egyébként nagyon jól lehet látni a várnak a keleti oldalán, ott nagyon jól lehet látni azt a szakadékot, ami a hegynek a fő része és a vár szikla között van. Somlóhegy nem csak a szőlő, hanem a kápolnák otthona is, hiszen itt 4 kápolna is van. A legnagyobbnál vagyunk, a Szent Margit kápolnánál, amely a feljegyzések szerint Mátyás király idejében kezdték építeni. Jók az információim? Jók az információk. Azért, amennyiben Somlóhegynek a szakrális emlékeiről beszélünk, menjünk vissza egy kicsikét régebbre. A feljegyzések szerint biztosan oklevél erről nincsen, de Szent István korában alapították azt az apátságot, aminek a helyén vagy most vagyunk.
ez akkor Szent Lambert apátság névre hallgatott. 1200-as évek elejétől vannak ennek dokumentált nyomai. Ezt követően az apáca kolostor gyakorlatilag az 1600-as évek elejéig működött. 1511-ben váltották a premontraiek a bencéseket, majd 1600-ban megkapták a Pozsonyba költözött óbudai klariszák, és igazából a szerzetesi élet ekkor ért véget. Azt tudni kell, hogy Somlónak a helyzete a török hódoltság idején a lehető legrosszabb volt, ugyanis már nem volt hódoltsági terület, de a határon volt. Gyakorlatilag egy kellemes kis idézőjelbe téve lovastúra keretében bármikor idejöhettek vagy a veszprémi, vagy a fehérvári török martalócok, és kifoszthatták a helyszínt. Ezért gyakorlatilag Somlónak a középkori egyházi emlékei, mondhatjuk azt, hogy megsemmisültek. Az 1700-as évek elején építették újra a kápolnát, és akkor a kápolna... De ugye akkor úgy tudom, hogy gótikus stílusban igen, először... Mátyás király idején egy gótikus kápolna épült. Mert ez már nem az. Ez már nem az, és az 1700-as évek első felébe építették át barokk stílusban, és akkor ezt a kápolnát antiokhelyei Szent Margitnek a tiszteletére szentelték. Azt érdemes megjegyezni, hogy a magyar római katolikus szakrális tudásunkban két Margitról tudunk. Az egyik ez az ominózus antiokhiai Szent Margit, aki az egyik segítő szent a katolikusoknál, a másik pedig, aki nem olyan rég lett szenté avatva, az Árpádházi Szent Margit, igen, de ő sokkal később lett szent. És akkor ezt kiegészítették egy ugyancsak barokk kápolnával, ez a keresztelő Szent János kápolna, és itt gyakorlatilag búcsújáró helyként működött ez a helyszín egészen az 1945-ös évig, és akkor utána ez a vallási mozgalom, ez a búcsújárás megszűnt, de most újabban ismét felelevenítették, utoljára 2022. július 17-én, tehát Margit napját követő negyedik napon volt itt egy körmenetes búcsú, ahova a jelenlegi veszprémi érsek is ellátogatott, és koncelebráltak misét a helyi plébánossal. Egy picit visszatérve a kápolnára, amikor utána olvastam, akkor azért mendemondák is fűződnek az ő történetéhez, hogy nagyon sokan gyermekáldásért jöttek ide, ugye asszonyok gyermekáldásért jöttek ide. Így van. Itt szeretnék egy kis idézetet felolvasni Bálint Sándortól, a Bálint Sándor ünnepi kalendáriumából, amikor 1714-ben fogadalmat tettek a helyiek, akkor a következőt írták le: a te örök szolgálatodra lekötjük magunkat, és ezt a szegény város mezeivel, erdeivel és szőlőhegyeivel, szántóföldeivel, egyéb körüllévő határaival és benne lakó lelkes és lelketlen állatival együtt fogadást teszünk néked, és a többi. A Szent Margit az áldott állapotban lévő és a szülőnőknek volt a védőszentje. Másik itt volt egy Szent Donát szobor. A Szent Donát pedig a szülőhegyek védőszentje volt. Tehát valószínű, hogy ez a segítő szent azért fordul elő nagyon sokfele a történet és a jelenlegi Magyarországon is, mert ugye azért a középkorban valljuk be, amíg jön létre a szervezet egészségügyi ellátás, azért sok probléma, nagyon magas volt a csecsemő halandóság, és sok probléma volt ezzel. Ugrottunk pár száz métert és három évszázadot, ugyanis a Szent Margit kápolnától az úgynevezett taposókúthoz jöttünk, és a feljegyzések vagy az írományok szerint ezt pedig ugye a 18. században építhették. Milyen körülmények között, hogyan, és úgy tudom, hogy itt egy különleges technikával nyerték ki a vizet. Így van.
Tehát ezt a kutat a kutépítésre vonatkozó információink teljesen bizonytalanok. Tehát a múlt ködébe vésznek, vagy a 18. század végén, vagy a 19. század elején épült. Minden esetre 240 méter vagyunk tengerszint fölött, és ehhez képest 80, illetve vagy 100 méter mélységre lementek, ahol vizet találtak. És ezt úgy oldották meg, és mivel ez a szerkezet, ez létezett, máshol is az országban, sőt nemrég olvastam, hogy a Budán az 1400-as évek elején egy nürnbergi vízmester épített egy hasonló szerkezetet, ami tulajdonképpen nem egyéb, mint egy mókuskerék, egy hatalmas 3 méter átmérőjű nagy fa mókuskerék, amiben taposni kellett, hogy a kútba leeresztett hordót vízzel telve felhúzzák. Állítólag 100 literes mennyiséget tudtak egyszerre felhúzni benne. Hány embernek kellett taposni? Hú, hát ezt nem tudnám megmondani, de szerintem legalább 2 embernek kellett benne taposni, úgy szerintem fizikumtól is függött. Mindenesetre csak emberek taposták, tehát nem más feljegyzések nincsenek. És ugye ilyen mélységben a víz ezen a hegyen kincs. Nem mindenhol jó a víz, mert például a keleti oldalon a Mártonforrásnak a víze, az magas nitrit tartalma, az nem olyan annyira jó minőségű. De ezen az oldalon jó minőségű vizek vannak, tudnám mondani a délnyugati oldalon a Sétforrást, körülbelül hasonló mélységből jön fel ott is a karszvíz, tehát ez gyakorlatilag lementek a panor rétegek alá, és valószínű a karszszintet is elérték, hogy ilyen jó minőségű vizet tudjanak felhozni belőle. És itt, amit látunk magunk körül, ezek eredeti műtárgyak? Részben igen. A kútháznak egy része igen. Ez viszont itt hátul rekonstrukció, megvoltak a régi, tehát még ugye ez működött 1945-ben, megvoltak az alkatrészek, aminek alapján aztán rekonstruálták. Sajnos 1945-ben a Somlóhegy is ugye háború prédává vált, és akkor az itt állomásozó szovjet haderő helyiek elmondása szerint, de ez nem ellenőrzött információ, egy zongorát is beledobott, és sok más egyebet. Tehát olyan vastag réteget kellene kitakarítani belőle, hogy erre eddig nem volt költség. Tehát itt már nincs víz akkor. Most nincsen víz, de hogyha kiszednék azt a réteg hulladékot, meg mi egyebet, ami benne van, elképzelhető, hogy a víznyerés újból lehetséges volna, de ezt még senki nem vállalta be. Hát ezt alpinisták tudnák megcsinálni, igen, és megfelelő emelő szerkezetekkel, mert olyan mélységben vannak, tehát feltöltődött. Úgyhogy sajnálatos módon nem használják, és egyébként a hegyen kevés helyütt van kút. Tehát a nagy birtokoknak van saját furt kútjuk, inkább a hegy lábánál vannak ilyen víznyerőhelyek, de mondjuk a hegyderekán, ahol most vagyunk, itt nem nagyon vannak kutak, itt mindenki a forrásról hozza, vagy otthonról. És ugye a hátam mögött van egy információs tábla, itt el lehet azért olvasni sok mindent. Tehát gyakorlatilag ugye itt a 60-ban volt ennek meg 97-ben egy felújítása, illetőleg ugye most nyúltak megé hozzá, mert ez a plexi építmény, ez egy újabb építmény. És hát remélhetőleg elérkezünk majd oda is, hogy lesz valakinek arra pénze, hogy ebből a kútból kiszedje a hulladékot, és akkor újból használhatóvá válik az eredeti céljának megfelelően. Hát ugye, tudja, a szőlőműveléshez, ha más nem víz, mindenképpen kell. Hát persze. Ha más nem víz, mindenképpen kell, mert hordókat el kell mosni, illetve az eszközöket el kell mosni, illetőleg még ugye mondhatom azt is, hogy nem mindenki iszik bort. Van, aki csak vizet iszik. Igen.
Somló a legkisebb történelmi borvidék itt Magyarországon, a Somlóhegyen több pincészet is van, a Spiegelberg az egyik legismertebb pincészet. Mikor és hogyan találkoztál először a szőlővel és a borral? Hát ez úgy van, hogy Németországban születtem, Berlinben, és ott nőttem föl, és édesanyám itt lakott a Somló lábánál, Somló Jenőn, és mindig, mikor már anyám a hason már hordva ide jártam, amikor óvodától elkezdve iskolába jártam, akkor mindig a iskolai szünetben erre jártunk, és mivel a egész környéken a Somló kiemelkedő és a legérdekesebb rész itt a környéken, mindig ide jártunk, és lehet mondani, hogy apámmal is, mikor följöttünk, akkor mindig bementünk az egyik pincébe, a másikba, és végül is ott is találkoztam én is a borokkal. 85-ben jöttem akkor először Magyarországra lakni, Budapestre, és hétvégén mindig Somlóra jártam. A nagymamám akkor már nem élt, de itt volt a háza, és akkor így mindig jártam. És mivel a környéken nem volt sok vonzó erő, csak a Somlóhegy, így nagyon sokat jártam a Somlóra. Nagyon sokat udatkoztam, és akkor így gondoltam, hogy kéne lovagolni. Úgyhogy körbejártam itt a hegyeket, hogy keresek egy lót, és nem találtam sehol, mert mindig kérdezték, hogy hát maga tud lovagolni, hát mondom, nem nagyon. Úgyhogy nem adtak oda, mondták, hogy akkor egy itt a helyen esetleg száron az, akkor egy körbevet, de ezt nem, nekem nem tetszett. És hát addig kerestem, ahogy találtam, és a kilátóban ott volt két ló. És úgy örültek, hogy na végre valaki elvigyen a ló. Persze én még mindig nem tudtam úgy lovagolni, de a ló már se tudott menni, mert már 20 éves volt. És így ketten egy jó kombót alkottunk, és ilyen szempontból minden hétvégén, télen, nyáron, szombat, vasárnap kibéreltem, és fölültem a lóra, és körbejártam a Somlót, és két évig csak kóstoltam az egész hegyet, majd lett már nagyon a legtöbb pince, ahol voltam, hogy volt lehetőségem kóstolni. Uh-huh. Jó, tehát a kóstolás több évtizedre nyúlik vissza. Igen. És aztán hogy jött a borkészítés? Hát volt ilyen, hogy akkor úgy döntöttem, hogy visszamegyek Németországba, Münchenbe, és hát nagy élmények voltak, mert színházban dolgoztam a Novák Tatánál, néptáncosoknál, mint technikai alkalmazott, és mikor visszamentem, így nagyon hiányzott mindent, és akkor úgy gondoltam, és ez 93-ban volt, hogy Somló milyen jó lenne egy kis pincét, és találtam is egyet, és nem úgy jöttem ide, hogy bort akar készíteni, hanem inkább a pihenésről szólt, de szőlő volt hozzá, és akkor szép lassan elkezdtem ezzel is foglalkozni. Hát 10 évig inkább csak hobbinak volt, szóval nem nagyon foglalkoztam, de csináltam, de annyit nem lehetett inni. És itt a Somlón inkább fehér szőlők vannak, vagy piros szőlők? Hát ez úgy van, hogy a Kárpát-medence inkább egy fehér szőlő világ volt, és mikor még ide jöttem, akkor csak fehér borral lehetett találkozni. Az utolsó 10 év van ez úgy, hogy elkezdtek vörösborral is foglalkozni, és most már több borászakról is a vörössel, illetve a rozét is lehet most már találni a Somlón. A Somlónak nagyon régi visszamenőleg, mivel történelmi borvidék, szóval itt a kelták, a rómaiak is már itt voltak ilyen szinten, és már készítettek bort ilyen szempontból, és persze ez nagyon változik, szóval vannak nekem is most egy új világ, hogy visszamentem, ugye, hogy a Grúziába, hogyha úgy nézünk, vannak nekem egy pár amforák, ahol próbálok ezek a 8500 év visszamenőleg Grúziába a kvéri amforából bort készíteni. Teljesen más a technológia, és teljesen más a bor, mint ahogy most megszoktunk, de ugyanúgy vannak a borban a primer aromák, ugye, ami azt jelenti, hogy mint egy szőlőlét, alkoholos szőlőlét lehetne ezt összehasonlítani, ugye a szekunder aromák, ez ami borban ismerünk, és vannak a tercer aromák, ami mondjuk 7-10 év után, vagy 20 év után, akkor már teljesen úgy beleáll, megkap még egy petrol háttér az egész bornak, úgy mint a régi német rizlingek, és régebben ez nagyon divat volt, szóval még 120 év ezelőtt a átlag borfogyasztás, a bor 20 éves átlag bort ittak, inkább úgy mondom.
neked inkább hordós boraid vannak? Csak hordós boraid vannak, kivéve abba belemegy a must. Nagyon sok kísérletek vannak, hát vannak jó, nagyon jó irányba, persze meg vannak rossz irányba, de ezek a tapasztalat, mert igazán a kommunizmus után, vagy a rendszerváltás után ilyen szempontból teljesen mindent újra kellett tanulni, jóformán nulláról. És nekem az volt a szerencse, mivel a anyanyelv német, így a német meg a osztráknak a, hogy mondjam, a borkészítés meg tudtam tanulni, meg utána kérdezni, meg járni, és ezt a 50 év különbség, ami következett, itt át tudtam ugorni, szóval ott tudtam folytatni, ahol már most vannak, és ezek a mélypontot ki tudtam küszöbölni. És milyen fajta boraid vannak, milyen fajta szőlőkből milyen borok? Hát, mikor idejöttem, akkor az volt, mikor átvettem a birtok, akkor körülbelül 30 féle szőlők voltak benne, 60 éves tőkével, és hát mivel már 60 éves volt, nagy területen nagyon keveset hoztak, egy ilyen, lehet mondani, egy 500 liter volt a éves bor mennyiség, ami tudtam, és a új ültetvény után hát ez háromszor annyi lett. Szóval az első ültetvény, ami volt, ez egy olasz Riesling volt. Az a érdekes, hát akkor még nem tudtam, mert ez inkább véletlenül volt, hogy olyan Riesling ültetvény sikerült, vagy szőlőt megvenni, ami még nem volt klónozott, hanem az eredeti állomány, ami kicsi vesefürtű, és még most is úgy van, hogy végülis a régi nem klónozott, és lehet mondani, egész más az ízvilág, szóval a legjobb olasz rizlingek például is Somló, Balaton felvidék, Csopa környéken vagy Ege szólákból kapható. Sorban, ha úgy nézzünk, a főfajták a Somlón, ezek a olasz rizling jufark, fúj, mint házlevelű. Ugye volt Ramin is, ami úgy van, hogy ezek a főfajták, de és akkor vannak még mellékfajták, még 30 féle lúr van. Nekem milyen bort ajánlanál? Hát egy északi oldalról egy házlevelű 2020-as. Ha van, akkor és van. Igen. És van. Somlóvásárhelyen és a környéken tulajdonképpen ez az egyetlen pálinkaház. De itt a somlói borvidéken inkább borral foglalkoznak. Hogy jött az ötlet, hogy ti pálinkával kezdjetek el bíbelődni? Igen, érdekes kérdés. Ugye itt a környéken tényleg jellemző a bor, illetve pezsgőkészítés a Somlóra, ez ami meghatározza magát a hegyet. Családi vállalkozás révén itt édesapám és nagybátyám volt az, aki egy most már lassan 10 éve megálmodta, hogy ők ide a Somlóhegy lábához pálinkafőzőt szeretnének. Én úgy gondolom, hogy miután a családunk is a környékhez tartozik, illetve itt idevalósi a család, szerintem így választották ők magát a Somlót, hogy igazából attól, hogy valami egy borvidék nem feltétlenül csak a borhoz kell, hogy kötődjön. Kiváló gyümölcsök vannak a környéken, kiváló szőlők, többféle szőlőpálinkát lehet készíteni. Turisztikailag egyre inkább látogatottabb maga a Somlóhegy, jól megközelíthető, és úgy gondoltuk, hogy ha már itt vagyunk mi is úgyis a környéken családilag, akkor miért ne lehetne itt a pálinkafőző? És egy pálinkafőző vagy egy pálinkaház hogyan építi ki a brandjét? Tehát, hogy hogyan választja ki, hogy milyen gyümölcsökből milyen pálinkák készüljenek? Hát ugye maga a pálinka piac az egy elég erős, hogy mondjam, egy kemény ipar. Ugye a vendéglátó egységek a fő célközönsége, én úgy gondolom most már majdnem minden pálinka főzőnek. Miután már mindenhol van pálinka, ezért sajnos csak úgy lehet előre jutni, hogyha valaki mellé vagy valakinek a helyére bekerül az ember. Ez ugye egy kemény világ, tényleg menni kell, hajtani kell és építeni a brandet amennyire csak lehet. Az e-sportfóliót az pedig ugye azért az alapban van egy 4-es, 5-ös, 6-os szabvány, amit úgy majdnem mindenki gyárt, és a magyar ember szeret. Ugye ez a Kajszi, a Szilva, a Birs,
a málna, a megy, a cseresznye, ezek úgy azért a standard italok, illetve az ember, hogyha elkezd különlegességekkel kísérletezni, vagy azért, mert ő neki vannak számára kedves gyümölcsök, vagy pedig, ahogy a mi esetünkben mondjuk egy somlói szőlőfajta, ami ebbe a régióba jellemző, és hát akkor egyértelmű, hogy az ember a régiókra jellemző gyümölcsökből kezd el pálinkát, párlatokat főzni. Minden gyümölcs alkalmas pálinka főzése? Minden gyümölcsből lehetne párlatot csinálni. Aztán, hogy ebből jó párlat vagy jó pálinka lesz, az egy érdekes kérdés, megint csak ízlés kérdése, de én úgy gondolom, hogy az alapízek, a standard ízek, amik beváltak és működnek, azért ezek az igazi jó pálinka ízek. Szóval mondjuk egy eper pálinka nagyon jól hangzik, nagyon hangzatos, de meg se közelít egy málna pálinkát. Én úgy gondolom, az eper pálinka nem feltétlenül, az eper egy kiváló gyümölcs, de szerintem nem pálinka gyümölcs. Ugyanakkor a málna az meg egy kiváló pálinka alapanyag. Azért ezek már ki lettek tapasztalva, én úgy gondolom. Hányféle pálinkát készítenek itt? Mi jelenleg gyümölcs szinten azt hiszem 13 féle gyümölcsből főzünk pálinkát. Több félénk van, ugyanis különböző pálinkák esetében nálunk vannak különböző alkoholfokok. Az alapszériánk 42, de van, amiből van 52-esünk, illetve 62-es fokú pálinkánk is. Emiatt maga a portfólió jóval szélesebb, mint csak a gyümölcs. És mi a zászlós hajója a pálinkaháznak? Én úgy gondolom, hogy minden pálinkaháznak a zászlós hajó az a kajszi barack, messze. De miért? Mert a magyar embernek a pálinka az úgy gondolom, ha otthoni fogyasztásról és otthoni főzésről van szó, akkor azért a szilva, de éttermi fogyasztásban mindenképpen a kajszi barack az a zászlós hajó, de egyértelműen. És hát nagyon sok pálinkaház van, pálinkafőző, és hát ugye nagyon sokan otthon is főznek, de hogyan lehet minőségi pálinkát készíteni, hogyan magasodnak ki a sorból? Amit biztosan kimerek jelenteni, az, hogy a gyümölcs. Szóval a gyümölcs minőségének kell 100%-ban megfelelnie. Azt a régi beidegződést, hogy a pálinka főzés az kármentés, és a fogyasztásra, a lekvárra nem alkalmas gyümölcsből főzzünk pálinkát, ezt el kell felejteni. A jó pálinkához jó gyümölcs kell, pont. Ha ez a feltétel nem teljesül, nem lesz jó a pálinkánk. Ez a legfontosabb. Jó gyümölcs alatt étkezési gyümölcsöt értek. Igen, igen, igen. És a pálinkán kívül azért másfajta szeszt is készítetek? Igen, felültünk mi is a gin trendre. Az utóbbi pár évben újra előre kapott nagyon a gin fogyasztás. Megjelent több kimagasló minőségű magyar gin, és ha már szeszfőzőként működünk, akkor miért ne lehetne ginünk is, és igen, elkezdtünk mi is gin főzni, most már három balatoni szezont lehúzva, három nyár óta igen, már igazából piacon vagyunk. Ez a Balaton gin, amit mi gyártunk, ami a balatoni jellegzetes gyümölcsöket foglalja önmagába, és emiatt hívjuk őt a Balaton ginnek. Hála égnek egy nagyon népszerű termék igen, lett. Igen. Itt ugye fogadnak vendégeket is, vagy akár az utcáról is be lehet jönni és kóstolgatni, iszogatni. Természetesen, ugye mi egy kóstolóház vagyunk, nem csak üzem. Utcáról is természetesen be lehet jönni, hétköznapi nyitvatartás, hétvégi nyitvatartás teljesen, illetve rengeteg kóstoltató rendezvényünk van, cégek, partnereink, születésnapok, legénybucsuk, tényleg elég sok minden volt itt, ahol egy picit meg tudjuk az embereket ismertetni a pálinka világával, megmutatjuk nekik az üzemet, megmutatjuk nekik a pálinka szortimentünket, tehát hogy készül. Nyílt napok? Nem talán nyílt nap, igazából ha bárki bejelentkezik hozzánk, akkor itt ő egy körbevezetésben mindenképpen részesül, hogyha előre bejelentkeztek és van rá ilyen igény, akkor megmutatjuk, hogy mi hogy csináljuk a pálinkát. Hát igen, ez egy nagy élmény, mert mi is körbe mentünk, mert gyönyörű az épület. Azért erről is ejtsünk szót, mert ez nem egy szokványos pálinkaház. Igen, itt mindenképpen szempont volt a tervezésnél, hogy egy ne szokványos pálinkaházat kapjunk. Mi úgy gondoltuk akkor, amikor belevágtunk ebbe a projektbe, illetve édesapámék, amikor belevágtak ebbe a projektbe, hogy gyönyörű szép borászatok vannak országszerte, ugyanakkor valahogy a pálinka főzők még valahogy nem nőttek ki a földből olyan szinten, hogy óriási szép nagy látogatóközponttal rendelkezzenek, hogy úgy gondolták, hogy akkor itt az ideje, hogy ez is megtörténjen, és eleve itt már úgy lett felépítve a pálinka főző, hogy egy látogatóközpont
központ és üzem is egyben megvalósuljon. Én úgy gondolom, hogy egy teljesen jól működő történet lett. Hotel Kristály konferencia is wellness, Ajka és a környék egyetlen négycsillagos szállodája. Magántulajdonosai vannak, de amikor elhatározták, hogy itt egy ilyen szállodát építenek, akkor ezt milyen céllal tették? Azzal a céllal tették, hogy Ajka városának nagyon nagy az ipara, rengeteg a külföldi tulajdonú cég, és ezeknek a cégeknek a dolgozóinak nem volt a városban lehetősége arra, hogy egy négycsillagos szállodába tudjanak megszállni. És a tulajdonos urak ezt a piacirést látták meg, és tulajdonképpen innen jött az ötlet, hogy megépítsék ezt a négycsillagos szállodát a városnak. Milyen kényelmi és egyéb szolgáltatásai vannak a szállodának, mikkel várják a vendégeket? A hozzánk érkező vendégek megtalálhatják a wellness részlegünket a szállodába, ahol pezsgőfürdővel, ellenáramoltatós nagymedencével, merülőfürdővel, többféle szaunával, finszaunával, infraszaunával, gőzkabinnal, sószobával várjuk az ide érkező vendégeket. Milyenek a szobák? Négyféle kategóriájú szobák találhatók meg nálunk itt a szállodában, a standard, superior, junior lakosztály és a lakosztályaink. Van egy üzleti lakosztályunk, ugye ugyancsak az üzleti világnak kedvezve, illetve egy nászutas lakosztályunk, ami, mivel nagyon sok esküvő van a szállodában, így a házasulandó párok nagyon szeretik, ez egy nagyon exkluzív lakosztály, gyönyörű szép képeket lehet készíteni, akár már készülődés közben is, amikor a nagy napra készülődnek, illetve azt tudni kell, hogyha egy pár úgy dönt, hogy nálunk tartja az esküvőjét, akkor a nászutas lakosztályunk az minden esetben a ház ajándéka az esküvő napján. Ó, ez nagyon, nagyon kedves gesztus. Vannak-e szórakozási lehetőségek a szállodán belül? Igen, hiszen itt ülünk a szállodának a karbonbárjában, itt megtalálható egy négysávos bowlingpálya, gyönyörű szép biliárdszalonunk van, dárcokkal, csocsokkal várjuk a hozzánk érkező vendégeket, ezért is szeretnek minket a cégek, mert nagyon jó csapatépítő helyszín vagyunk. Az egész napos konferencia után, amit itt töltenek a szállodában, itt este le tudnak egy picit lazulni a kollégák, ki tudnak kapcsolódni, nem csak wellnesselni tudnak, hanem tényleg az aktív kikapcsolódás kedvelőinek is tudunk kedvezni ide lent a bárban. És hát nem véletlenül vannak az asztalon koktélok, ugye ezt is ki lehet itt próbálni, és hát különböző koktélokat ihatnak a kedves vendégek. Igen, nagyon széles a koktélválasztékunk, a kolléganőink nagyon szeretnek koktélokat készíteni, és ezzel a vendégeknek kedveskedni. Úgy tudom, hogy ma is lesz egy nagy rendezvény, tehát nagyon szeretik a cégek, de akár családi rendezvényeket is meg lehet itt tartani, és úgy tudom, hogy van azért konferenciaterem is. Igen, 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 nagyon széles körű a szállodának a szolgáltatása. Családi rendezvényeket is, ballagásokat, esküvőket, keresztelőket, bármilyen rendezvényt le tudunk bonyolítani az éttermünkbe. Az éttermünk három részre tagolt, van egy téli kertünk, egy kistermünk, ami ugyancsak kitűnő helyszín, kisebb céges meetingek, titkosabb megbeszélések megtartására, ami zárt ajtó mögött kell, hogy történjen. De emellett különböző ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeket is meg szoktunk tartani, így igaz, hogy egy hét késéssel, de a mai nap folyamán lesz a Márton napi bálunk megtartva, amire Márton napi lakomával készültünk a hozzánk érkező vendégeknek. Természetesen megtalálható lesz a hideg liba ízelítő mellett a libacomb is, illetve az elmaradhatatlan a ludláb torta, egy picit újra gondolva.
És mi jellemző az étteremnek az étel kínálatára? Szállodán két termében a konyhánk a bisztró vonalat képviseli, ezt igyekszünk, ezekhez az ételekhez igyekszünk az alapanyagokat környékről beszerezni, helyi termelőktől, és egyébként az éttermünkben megtalálható egy száraz érlelő kabin, ahol a marhahúsokat felhasználás előtt megérleljük, hogy ezzel is finomítsuk, puhítsuk a húst az elkészítés előtt. És egyébként az éttermet csak a szálloda vendégek vehetik igénybe, vagy akár bárki bejöhet és itt étkezhet? Szállodánk éttermét külsős vendégek is látogathatják, sőt várjuk is őket szeretettel. Szoktunk nekik kedveskedni különböző tematikus estekkel, akár egy borvacsorával, vagy egy olasz hétvégével. És általában hova szeretnek kirándulni a szálló vendégek? Mit mondanak? Felkapott program lett most a szálló vendégeink körében. A Noszlopi Lövészegylet keretein belül tudnak agyagalamblövészeten részt venni, és most ezt nagyon szeretik. Ez egy különleges program, én nincs a környéken sok helyen, és ezt előszeretettel igénylik. Illetve Ajka városában található egy bányászati múzeum, hiszen a városnak a múltja a bányászathoz köthető, és ezt a város igyekszik megóvni, megtartani a következő generációnak is, és ezt elmondhatom, hogy ez a tulajdonos uraknak is egy szívügyük, hiszen hogyha körbenéztek a szállodába, nagyon sok fekete fát találhattok, és ez mind a bányászatra utal, a bárnak a neve is tulajdonképpen Ajka múltját igyekszik egy picit megőrizni ezzel, hogy karbonbár lett, illetve hát ugye a szálloda neve is, mivel a Kristályvölgyben vagyunk, így nem volt kérdés, hogy ezt a nevet kapja. Nagyon színes a vendégkör, úgy tudom, tehát az üzleti vendégeken kívül, és a civil, úgymond a civil vendégeken kívül, itt azért elég erős a vadászturizmus. Igen, hiszen itt vagyunk a Bakonyban, és ennek köszönhetően nagyon sok vadászati lehetőség is van. Itt a környéken vadkacsa vadászatra, a nagy vadak mellett természetesen, de volt olyan szálló vendégünk, aki azért érkezett hozzánk, mert azt hallotta, hogy itt a környékben nagyon jó a szarvasbőgés, és ő például ezért érkezett, hogy a családjával egy ilyet meghallgathasson. Somlói adásunk végére értünk, de csak rövid időre búcsúzunk el hazánk egyik legszebb vidékétől. Jövő héten ugyanis folytatjuk a térség bejárását, és olyan érdekes helyszíneket keresünk majd fel, mint például a festői szépségű Dobai Erdődi kastélyt, és a somlóhegyi népszerű turisztikai célpontját, a Szent István kilátót. Akkor is számítunk nézőink megtisztelő figyelmére. Viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.